levegő szellemi lényvele természettudományos jellegű. A nyelvet nem társadalmi jelenséget akarok leírni, hanem az én mentális grammatikáját, az emberi képességét akarok leírni. A nyelvet tehát egy nyelvi területet terminált biológiai rendszerűtől válásának tekintjük. Ennek megfelelően a generatív nyelvészetnek a módszertelmen és idejöttük természettudományos jellegű. Miskolc, ám Debrecen, Fert, Győr, Pécsen, Szegeden, amit mindent megtanulok, belelőszülsz idejét. Elég nem nagy előtszemmel jártam magyar angol szakmán, részt már édesapám bőráját követve, aki szintén nyelvű szólt. Az egyetemen, Pap Ferenc már a 60-as években foglalkozott számítógépes nyelvészeti kutatásokkal, támogatásával kiütöttem egy évre Montreálba, és ott ismertem meg alaposabban a generatív nyelvrendet, tehát a Chomsky-János nyelvészeti rendszert. Később az MIT-n a Chomsky tanszékén is módon eltölteni 7 hónapot. A 90-es években pedig a Stanford Egyetemen voltam egy évig pedig kutató. Hiba mentes mentő vagyok, szürke visz a partján mentve, víz magyar a vízbe esett, vízes mentén mentve. Azt mutatjuk, hogy el algoritmizálható az a mentális grammatika, mely lehetővé teszi, hogy egy magyar anyanyelvű beszélő minden lehetséges mondatot létrehozzon, és minden lehetséges mondatot megértsen. Ez a fajta nyelvleírás azoknak a szabályoknak a megállapítása, melyekkel egy nyelvi jelenség minden egyes változata létrehozható, rossz változata pedig egy sem. Ez egy fajta rendszerűsítés. Éppen ezért nagyon izgalmas és nagyon szórakoztató. Fölmérő füst öllel árral, árnak a szökő árral, árnak a szökő árral, csisztek a fető árral. A magyar nyelvvizsgálata azért is nagyon érdekes, mert számos olyan jelenség, mely például az indoeurópai nyelvekben rejtve marad, a magyarban könnyebben megfigyelhető. Efféle jelenségeknek vizsgálok Bábai Lejjenével, kiváló kollégákkal, rendszerű munkatársakkal. Most tudom, hogy intézetben második otthonom, ideális munkahelyen. Különösen az volt, amikor 3 gyerekes családomként magam választottam meg, hogy mikor dolgozom. Magyarország olyan ország, hol a nemes, nem telep, lábasok. Minden lábam, aki szemes, fejtelen. Az utóbbi néhány évben a magyar nyelv történetben foglalkoztak. Azt vizsgáljuk, hogy milyen volt az ómagyar nyelvet szerkezet, és az ómagyar nyelvet szerkezetet vetjük össze mai finnugor nyelvekkel a hant és a manusi szerkezetével. A magyar nyelv szerkezetét többek között azért fontos megismerni, mert erre épülhetnek például a nyelvtechnológiai alkalmazások, a számítógépes fordítás, az adatbányászat, az automatikus beszélgetés. A nyelvtörténetet pedig azért fontos ismernünk, mert a nyelv kultúrája mondta, a magyarság történetének a legrégebbi visszavezethető forrása. Aki egyébként a magyarul, vagy bármelyik más nyelv leírásával foglalkozik, az emberi nyelvet mintóját mutatja. Az emberi nyelvek alapvető törvényszerűségei egyetlenesek, minden emberi nyelvre kiterjednek. Nincsenek arról kivételek.